általános iskolás csoport gyönyörködik a vakáció elején Nyíregyháza Sóstón, az élményfürdő előtti park új szökőkútján. A látványosságot hang- és fényefektekkel is felszerelték, így a sötétedés után is egyedülálló élményt biztosít az ide látogatóknak. A szökőkút megépítése jelenti a fő attrakcióját annak a ginopos pályázatnak, amely lehetővé tette Sóstó turisztikai kínálatának bővítését. Azt szoktam mondani, a legjobb programokat, a legjobb dolgokat az ember magának csinálja, és a barátainak és a vendégeinek. Most a vendégeket a turisták jelentik, akik hála Istennek tízezrével, százezrével jönnek Nyíregyházára ma már, és én azt tapasztaltam, hogy mind a nyíregyháziak, mind a turisták kedvenc helye lett a szökőkút. Sokan kibicikliznek, kijönnek, akár egy fagyira, egy sétára a szökőkúti program miatt. Turisták itt vannak, a szállóvendégek. Akikből egyre több van, tette hozzá a polgármester. Nyíregyháza 2019-ben produkált rekordot a turisták fogadásában. Ezt követte a koronavírus megjelenését követő természetszerű visszaesés. Tavaly már újra 20%-kal növekedett az idegenforgalom 2020-hoz képest, az idei nyár pedig kimagaslónak ígérkezik. Azt nem tudom, hogy elfogja én a 2019-es rekordévet, de az, hogy az újraindítás az nagyon impozáns, az egyértelmű, de emögött persze ott van a munka, ami nem látszik, tehát a TDM, az állatkert, a sóstógyógyfürdők által közösen összehangoltan végzett marketing, amit mi nem látunk, mert mi itt élünk, de ez mind a Szlovákiában, Romániában, Lengyelországban, ez most is megy, mert arra számítottunk, és azt gondolom, hogy ez egy jó számítás volt, hogy a Covid-os két év kiesése után megnő a kedv arra, hogy utazzanak. Látjuk itt a háború, itt vannak a különböző szankciók, itt a légi közlekedést egy kicsit visszafogja, tehát aki teheti, gépkocsiba ül, és mi erre építettünk. A sóstói fejlesztések részét képezte még többek között a zöldítés, 64 lombhullató és 16 örökzöld fát, csaknem 2000 cserjét és 500 évelő növényt ültettek. Emellett új öntöző hálózatot telepítettek, kerékpár szervízpontot hoztak létre, parkolók újultak meg és bővültek, a tófürdő és a székelykapu előtt lévő szökőkutakat pedig hosszanti csobogó kiépítésével kötötték össze. A fejlesztések összértéke meghaladta az 1,4 milliárd forintot.